Az Egyesült Államok evakuálja a kabuli amerikai nagykövetséget, miután a tálibok betörtek a városba. Ahhoz, hogy a külképviseleten dolgozókat biztonságban eljutassák a reptérre, Washington katonákat küldött az ott állomásoztatott erők segítésére. Húsz évet töltöttünk Afganisztánban, 2300 amerikai veszítette életét. Keményen dolgoztunk azon, amiért az akkori elnök úgy döntött, hogy ide kell jönnünk, hogy véget vessünk ennek a háborúnak, mondta Anthony Blinken külügyminiszter az ABC televízióban. És arról is beszámolt, hogy a nagykövetség munkatársai dokumentumokat semmisítettek meg, mielőtt elmenekültek volna az épületből. Sokan a vietnámi háborúval, a Szájgomból történt amerikai kivonulással bonnak párhuzamot. Blinken ezt határozottan cáfolta. Hangsúlyozta a mostani hirtelen visszavonulás egyértelműen a tálibok váratlan betörésével magyarázható. A tény az, hogy mi, a nemzetközi közösség, több mint 20 év alatt dollármilliárdokat fektettünk ezekbe az erőkbe. Közel 300 ezer fős a legmodernebb, legfelszereltebb régi erőbe, amivel a tálibok nem rendelkeznek. Tragikus módon sajnos nem tudták megvédeni az országot. Azt hiszem, ez megmagyarázza, miért történt most olyan gyorsan az, ami történt, mondta Blinken. Mike Pompeo, az előző amerikai elnök külügyminisztere viszont a következőket mondta. Remélem bevetik a légierőt. A földdel kell egyenlővé tenniük ezeket a tálibokat, akik most körülveszik Kabult. Mindez lehetséges az amerikai légierővel. Nyomást kell gyakorolnunk rájuk. Nem szabad könyörögni nekik, hogy kíméljék az amerikaiak életét. Addig kell rájuk nyomást gyakorolni, amíg lehetővé nem válik, hogy végrehajtsuk Afganisztánban, amit elterveztünk, mondta. Egy biztos, a szlogen, amelyet a Biden adminisztráció a csapatkivonások után a címlapokon szeretett volna látni, miszerint a háborúnak vége még mindig beteljesületen álom csupán.